Este észak felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Az éjszaka első felében, északnyugaton és délkeleten fordulhat elő néhány zápor, esetleg zivatar. A délnyugati szél többfelé élénk marad, néhol erős lökésekre is számítani lehet. Szombaton egy markáns hidegfront érkezik, ami sokfelé hoz esőt, záporokat. Kezdetben a legmagasabb hegycsúcsainkon átmenetileg havas eső, havazás is előfordulhat. Délutára az ország északi felén felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, és ezeken a tájakon már csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Délen viszont csapadékosabb maradhat az idő. A nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódhat. Zalában is több fokot visszaesik a hőmérséklet, napközben 6-11 fok valószínű. Esőre a reggeli és a délelőtti órákban van kilátás, később kevésbé valószínű. A folytatásban. Vasárnap a jelenlegi számítások szerint visszakacsint a tél. Délfelől egyre kiterjedtebb csapadékzóna húzódik fölénk, és az eső mellett több helyen havas eső, havazás is kialakulhat. Az északias szél többfelé élénk, nyugaton erős lehet. Visszatér a hajnali fagy. Hétfőn már többfelé felszakadozhat a felhőzet, de hószálingózás, egy-egy hózápor helyenként még előfordulhat. Élénk, erős marad az északias szél.